A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége sportgálával és díjátadóval ünnepelte meg a tavalyi év sportsikereit. A rendezvényre az elismerések átadása mellett sportbemutatókkal is készültek. Szabolcs-Szatmár megyében 11. alkalommal díjazzák az elmúlt év legjobb fogyatékkal élő sportolóit, sportvezetőit, edzőit. Most már ez a harmadik alkalom, hogy engem is meghívnak, és minden alkalommal örömmel jövök, és örömmel vagyok együtt egy kicsit azokkal a sportolókkal, akik az előző évben a legjobb teljesítményt nyújtottak. Szerintem fontos az, hogy mindig legyen egy pillanat, amikor megállunk és megköszönjük az ő munkájukat, elismerjük őket. Remélem, hogy ez a nemes hagyomány folytatódni fog. Az ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke a fogyatékkal élők támogatásáról szólt. Minden sportesemény fontos, ilyen módon a fogyatékkal élők sportja is fontos a megyei önkormányzatnak, Nyíregyházának, megyei önkormányzatnak is. Igyekszünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel támogatni ezt a tevékenységet. A topos forrásokból, a területi programok forrásaiból megvalósítható közintézményeknél nyilvánvalóan azokat a szempontokat, akadálymentesítési szempontokat érvényesítjük, amit a fogyatékkal élők szükségletei diktálnak. A díjátadó ünnepségen Szekeres Pál miniszteri biztos a magyar csapat riói paralimpiai játékokra szerzett kvótáiról beszélt. Az úszók sikeres szereplésének köszönhetően a már meglévő 11 mellé még 8 kvótát szereztünk, tehát 19, és én hozzáadnám az 5 vívót, tehát én úgy gondolom, hogy a 24 biztos helyünk már van, és még további kvótákra számítunk, tehát én úgy gondolom, hogy 40 körüli csapat létszámra lehet számítani. 2016 nyarán az olimpiai játékokat követően rendezik meg a paralimpiai játékokat Rióban, ahol Szekeres Pál szerint a londoni olimpiai teljesítményt is felülmúló eredmények születhetnek.